A díj két kategóriában adományozható, sportolónak kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi sport teljesítményéért, a Városi Testnevelési és Sportmozgalomban kifejtett sportmunkájáért, sportolók felkészítéséért, az egészséges életmódra nevelés, vagy a testnevelés terén kimagasló szakmai, hivatalbeli tevékenységük során hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkáért. A bronzból készült emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg, illetve, ahogy ezt mindig elmondom, a fentiek mellé a kitüntetett egy karórát is kap ajándékba. Az első díjazottról nagyon kevesen vannak olyanok Budaörsön, akik az ő tevékenységét ne ismernék, már csak azért is, mert idén harmadszor kapja meg ezt a díjat. Úgyhogy a harmadik díj mellé most már meg fogja kapni a város örökös sportdíját, kitüntetést is, mert hát azt hiszem, hogy Egri Gyula annyi sportolót nevelt fel, és amit az IJS-ben meg a sport révén végzett, az tényleg kiemelkedő, úgyhogy megpróbáljuk egy ilyen megemelt díjjal is honorálni mindezt. Egri Gyula mesterpedagógus, testnevelő tanár, atlétika szakedző. 1991-től nyugdíjba vonulásáig a Budaörsi IJS Gyula Gimnázium, technikum és szakképzőiskola testnevelője. 1982-ben szerzett testnevelő tanári diplomát a Magyar Testnevelési Egyetemen. 1984-ben megszerezte az atlétikai szakedző képesítést is. A tanítás mellett edzői munkája is kiemelkedő. 2006-tól a BDS elnök helyettese, 2008-tól a Pest megyei Diáksportszövetség elnöke, 2013-tól a Magyar Diáksportszövetség elnökségi tagja. Tanítványai az elmúlt évtizedek alatt több száz országos diákolimpiai és egyesületi bajnokságon értek el dobogós helyezéseket, sokan közülük korosztályos válogatottak is lettek. Több tanítványa nyerte el a Pest megye legjobb középiskolás egyéni sportolója, a Pest megye legjobb ifjúsági sportolója és a Budaörsváros sportdíjazottja kitüntető címeket. Az elmúlt években tanítványa Kovács Ferenc Soma érte el kiváló eredményeket. Munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Atlétika legeredményesebb utánpótlás nevelőedzője, Pest megye legjobb atlétaedzője, Pest megye év testnevelője díjat, 2009-ben és 2016-ban pedig a Budaörsváros testnevelési és sportdíját. 2018-ban Kerezsi Endre díjat kapott. 2022-ben nyugdíjba vonulásakor az IJS örökös tanárának választották. A Városi Sportdíjat harmadszor ítélték oda neki, ezért a Városi Sportdíj örökös díjazottja kitüntetéséhez szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy rám gondoltak, és a díjat megkaptam. Köszönöm szépen.